Sziasztok, én ennek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntelek titeket, szép napot mindenkinek! Akarom mondani, hogy Sherlock Robert vagyok most, mivel bonyolult logikai rejtvényeket fogunk megnézni, amik nagyon sok emberen ki fognak fogni, de rajtunk detektíveken biztos, hogy nem. És mennyire cink lesz ez a mondat után, ha egy csomóra nem fogok rájönni, na de derítsük is ki, és oldjuk is meg azokat a rejtvényeket. Már megint nem csuktam be az 51-es körzetet, rendesen nézzetek oda, is elszabadultak, ugyanis most földön kívülieket kell keresnünk, és azokat kell észrevennünk, hogy hol vannak. Az a csávot fogpiszkálott ivott. Szóval szerintem ő lesz a földön kívül itt alul. Azaz. Ja, hogy több is van. Ezt azért nem vettem észre, ugyanis beszéltem hozzátok, és nem tudtam így annyira összpontosítani. Most, hogy már a kifogásaim megvannak, nézhetjük is tovább. Én mindig is mondtam nektek, hogy köztünk vannak, na de próbálok mostantól jobban összpontosítani. A csávó ott héjában süti serpenyőben a tojást, a másik pedig kezével szelet el uborkát, a nő pedig csak így random belenyúl a fazékba, a forró fazékba, és kiveszi a rákot. Szóval az is gyanús volt nekem. Aha! Hőálló keze van meg minden. Látjátok, hogy mennyire elvegyültek közöttünk? Észre sem vesszük őket. Mennyire para lenne, hogyha valóságban is így lenne? A csávónak a laptopja hozzá van dugva a fejéhez. Ebből a csávóból meg valami zöld cucc jön ki. Nem akarom tudni, hogy ez micsoda inkább. Neki pedig a laptopján van a kávéja, mint az is gyanús lenne. Hát akkor erre nem fogunk tudni megoldást kapni, szóval mindenféleképpen írjátok le a komment szekcióba a ti tippjeiteket, hogy közülük kik a földön kívüliek, de szerintem ők hárman, akiket mondtam nektek. Egy rendőr megérkezett, ugyanis kihívták a bankba. Bűntény lesz itt, úgy érzem. Mivel kirabolták ma a bankot? Maszkot viselt, ezért az ottani alkalmazott nem látta az arcát. Hát jó béna maszkod van, mit ne mondjak. De hagyott koszos lábnyomokat a padlón. Az furcsa, ugyanis száraz, illetve napos idő van ma. Bárcsak ilyen bajszom lenne amúgy nekem is. Sajnos a jelek eléggé homályosak. Én is így tudnám mozgatni, mennyire gizda lenne. De szerencsére van három gyanúsítottunk. Amúgy, hogyha banki dolgozó emlékezne az arcára, amit ugye maszk takart a formájára, már abból meg lehetne mondani. Ádám azt mondja nekünk, hogy ő otthon aludt munka után, Jack pedig a házát takarította, Nick pedig otthon tévét nézett, szóval elmondásuk szerint mindenki otthon volt. És akkor itt is vannak a házaik, és ebből kell kikövetkeztetnünk, hogy ki volt a rabló. Hát szerintem a Jack, mivel neki át kellett menni az erdőn, bár simán ki is kerülhette volna. De igen, akkor ezek szerint ő volt. Hát Sherlock Robert azért még mindig tudja a dolgát. Három barát tanúja volt egy rablásnak. Üvegtörés hangot hallottak. És észrevettek egy gyanús alakot az ékszerbolt környékén. Gyertek, srácok, adja fel magát ön pedig, uram! Hoppá, és el is kapták. Megnézheted a zsebeimet, de nem fogsz találni semmit, ezt mondja a tolvaj. És itt éppen megmotozzák. Semmi. Vannak eléggé furcsa teóriáim, hogy hova tűntek azok az ékszerek. Azt mondja a srác, hogy tudja, hol vannak. De nem mondja meg, hanem nekünk kell megmondani. Figyelj, a családbarátabb változata az, hogy lenyelte őket. De tudok még nyílásokat mondani, ahova betehette. Ó. Hát akkor ezek szerint az elemlámpájába rakta. Ez lett volna amúgy a másik tippem. Eskü. A következő kérdésünk az, hogy ki a hülyébb. Gondolom, hogy bevett valami mérget vagy gyógyszert adagolt túl. Azt mondja, hogy az első lejárt gyógyszert evett. A második pedig eladta mindkét veséjét online. Hát haver, ha el is adod a veséidet,
egyet szabad csak eladnod, nem pedig mindkettőt, szóval a kék a hülyébb. Meg ha lejárt gyógyszert vettél be, vagy esetleg túladagoltál valamit, és időben észreveszik, akkor még ki tudják mosni a gyomrodat, de vese nélkül nem nagyon fogsz tudni élni, haver. Az, ha lejárt gyógyszert veszel be, az lehet egy baleset, de eladni mindkét vesédet sosem okos döntés. Ezt jegyezzétek meg! FBI ügynökké tudsz válni? Hát én azt hittem, hogy már most az vagyok, de akkor ezek szerint mostantól leszek az. 40 másodpercig van tanulmányozni ezt a képet, szóval nézzük meg minden apró részletet, és akkor gondolom, hogy bele fog kérdezni, hogy mégis mit láttunk a képen. Ezekben amúgy én borzalmas vagyok, mivel rossz a memóriám nagyon. Az ajtóban van egy láb, megszámolom, hogy hány bűnöző van. 1, 2, 3, 4. A kocsiban is van egy 5, illetve van 4 darab túszunk, a csávó a földön, meg egy titkos ügynök csávó, akire fegyvert tartanak. Mennyi rabló volt a képen? Fú, ezt meg is számoltam. Mennyi volt? 4 vagy 5? De mintha 5 lett volna. A kocsiban, a kocsi mellett, egyik a nyom... 5 közben. 5. Szerintem fel is tudtam volna amúgy még sorolni, mivel még friss az emlék nagyon, hogy hol voltak pontosan. Milyen márkájú volt a kocsi? Mintha Merci lett volna. Azaz! Azaz! Mi volt a kocsinak a rendszám táblája? Haver! Mintha 31 lett volna? 13 RRR. Hát majdnem. Volt-e valaki a kocsiban, mármint vezető? Igen. Az egyik rabló bent ült az autóban, aha. Szóval volt. Erről van szó, és akkor ott látható is a Merci embléma. Mennyi tanú volt a képen? Hát volt 3 az ajtóban, volt a nyomozó csávó, meg egy pali feküdt a földön, szóval 4 vagy 5, de szerintem az holttest volt, szóval 4. 6. Egy földrengés elpusztította a laborodat. És egy vírust kiszabadított. Ennek a labornak 16 szobája van. Minden egyes szoba a környezetében lévő szobához kapcsolódik, ahogy látjátok a képen is, illetve minden szoba meg van fertőződve, és ugye ott van a vírus. Neked be kell menned egy szobában, ahol át kell kapcsolnod egy kapcsolót, de ha te bemész ebbe a szobába, nem tudsz úgy kimenni, hogy vissza is menjél. Szóval egy szobába bemész, utána abba már nem tudsz újra bemenni. Fú, most nagyon gondolkozok, hogy kéne, szóval ha ide belépek, akkor innen jöhetek ide, lezárom, jöhetek ide, és akkor így végigjövök kígyó alakba, nem? Ja, de az úgy nem jó. És ha lefele megyek? Az se jó, szóval bonyolítani kell itt. Lemegyek mondjuk ide, feljövök, jövök így. Lejár az idő, nem már? Ha adtál volna még nekem egy kis időt, simán megoldottam volna. De nem is értem. Építesz egy menő 16 szobás labort. Miért nem csinálsz ilyen automatikus lezáró rendszert? Valóságban a laborokban biztos, hogy van amúgy. Ez igaz szerelem vagy szenvedély? Ez itt a kérdés. Párkapcsolati tanácsadó Robert itt lesz a házban. Igaz szerelem a balos? Azaz. Jobbos lesz a szerelem. Már a nevéről megmondtam. De ez is annyira, de annyira ilyen általánosítás, ezeket nagyon nem bírom. Jobbos, jobbos a szerelem. Második a szenvedély. A balos az igazi szerelem, ugyanis az törhetetlen, és nem okoz neki gondot a távkapcsolat se. Azaz. Hogy kerültünk ide is? Miért vannak most itt ilyenek? Most a nyugalom megzavarására alkalmas képsorok fognak következni, ugyanis a legidegesítőbb dolgokat fogjuk látni.
Kajak, az is mennyire zavar, amikor valaki mögötted van. Amikor a tanárod mondjuk lieg a nyakadba. Amikor valaki bámul téged, bár én ehhez már hozzászoktam, meg ahhoz is, amikor fotóztok engem, és azt hiszitek, hogy nem veszem észre. Pedig látom ám. Na de el is érkeztünk ebben a videóban az utolsó rejtvényünkhöz, ahol az a kérdés, hogy ki a hülyébb és felelőtlenebb szülő. Az első képen látható egy anyuka, aki a forró víz felé emeli a gyermekét. Hát ha beleteszed abba a kádba, nagyon le fogod forrázni szegényt, de szerintem próbáljuk pozitívan nézni a dolgokat. Még nincsen a kádban a gyerek, hanem csak a kád felett. Mi van akkor, hogyha csak játszik vele? Na de a következő képen, ahol az apuka a mély vízbe dobja a csecsemőjét, azt már vissza se tudod fordítani, ugyanis nem hinném, hogy úgy fog megtanulni a gyereked úszni, ha beledobod a mély vízbe. Nem kutya az vagy valami, hanem egy csecsemő, aki még menni se tud. Szóval azt nem tudod visszafordítani, hanem azt már megtetted, hogy eldobtad. Most már csak be tudsz utána ugrani. Na de az anyuka szerintem csak játszik a gyerekével, eléggé furcsa, hogy pont a kád felett, de szerintem ő csak játszik vele, és nem akarja forró vízbe beletenni, hanem csak mondjuk engedi magának a vizet, ott mászkált, vagy ott kúszott a kis csecsemője, és akkor felemelte és játszik vele. Szóval én azt mondanám, hogy az apuka a hülyébb, ugyanis ő már ténylegesen megtette, és beledobta a mély vízbe a csecsemőjét. Mindenféleképpen írjátok le a komment szekcióba a ti véleményeteket ezzel kapcsolatban. Na de ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot. A Facebook, illetve az Instagram oldalam ott van lent a leírásban. Ha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, mindenféleképpen tedd meg, és akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk egy következő videómban, addig is szevasztok!